Jó estét kívánom mindenkinek, indul élőben a harmadik félidő, amelyben ezúttal a női és a férfi kézilabda bajnokok ligája is terítéken lesz. Majd kezdünk mindjárt a Debrecennel, amely ugyan egészen kiváló meccset játszott és pontot is szerzett Bukarestben, a hazai visszavágó teltház előtt nem volt ennyire eredményes. Ugyanakkor próbálunk arra figyelni, hogy valójában mi történt a pályán, hogy milyen volt a tartalma ennek a játéknak, azzal együtt, hogy a Debrecen így is továbbjutást érő helyen áll. Mindezt Ábrok Zsolt ügyvezetővel beszéljük majd végig, beleértve azt is, hogy vajon a Debrecen státusza itthon és Európában hogyan változhat egy jó BL szerepléssel. Aztán szó lesz majd arról, hogy a Győr az 57. percben tudott először vezetni, de megvan a 8-ból 8, és a hibátlan mérleg megmaradt az utolsó pillanatban. Szó lesz külön a kapusokról, sőt a jövő évi lehetséges kapus összeállításról, ahogyan beszélgetünk majd a Ferencváros Lengyelországban aratott újabb győzelméről. A végén pedig elmondjuk, hogy mit láttunk a Veszprémtől Celjében, és hogy hogyan fordított kulcsemberek köztük Bánhidi Bence nélkül hazai pályán hátrányból a Periszter ellen az OTP Bank PIK Szeged. Ez tehát a mai kínálat, és fontos hírünk az, hogy miközben a nyertesünket, Bardi Gábort nagy kalaplóbálással köszönjük, és Gábor, küldjük majd természetesen az ajándékokat, hogy a mai kérdésünk a Ferencváros egyik játékosával kapcsolatos, illetve ő ihlette, ha egészen pontosan akarok fogalmazni, hiszen Andrea Lekic átlépte az 1000-es határt, rajta kívül eddig csak 3-an, vele együtt most már 4-en lőttek 1000 gólt a bajnokok ligájában, úgyhogy arra gondoltunk, írják meg nekünk, hogy önök szerint ki a magyar női NB1, vagy bármilyen neve is volt annak idején, élvonal történetének legjobb női idegenlégiósa. Akik írnak, azoknak a hozzászólásából válogatunk, és nyerhetnek majd a jövő héten. Itt pedig a stúdióban a Debrecen ügyvezetője Ábrok Zsolt, valamint Tóth Ivi és Borsos Attila. Sziasztok! Hello! Jó estét kívánok mindenkinek! Hát Zsolt, lehet, hogy egy hétet csúsztunk az időzítéssel, tehát lehet, hogy most egyen nagyobb mosolyjal ülnél itt a Bukaresti X után, de én azt gondolom, hogy nézzük a nagy képet, amellett, hogy azért szeretnénk majd ennek a mesnek egy-két kulcs momentumát, vagy fordulópontját is elmondani. Tehát összességében az van, és az a nagy téma, hogy az a Debrecen, ez nem csak, hogy elindult, de masszívan jelen van, és pontokat szerez, és nem is akármilyen ellenfelekkel szemben a bajnokok ligájában, vagyis ezzel nektek és a játékosoknak is kell valamit kezdeni. Úgyhogy sokak szerint ez volt a Bukarest meccs hátterében, hogy hoppá, ettől a Debrecentől már nem csak azt várjuk, hogy vigyék ki ezt a pályára. Szóval mi a különbség a Debrecen, a mai Debrecen és a BL szabadkártyát kapott Debrecen között? Jó estét kívánok, sziasztok először is. Ugyanekkor a mosolyjal ülnék itt, ha a múlt héten találkoztunk volna, mint most. Azt gondolom, hogy amikor elindultunk, akkor is reálisan tudtuk kezelni a helyünket a Bajnokok Ligájában, még a sorozat kezdete előtt, és azt mondom, hogy most is helyén tudjuk értékelni és kezelni tudjuk az egyes mérkőzéseket. Voltak nagyon szép meglepetéseink, meglepetéspontjaink, voltak vereségeink nyilvánvalóan, egyetlen egy meccsen sem voltunk mi az esélyesek, azt gondolom. Noha nyilván körülöttünk azért mindig jönnek érzelmi hullámhegyek és hullámvölgyek. De miért a Széveóban is, azt mondtátok, hogy jó, hogy itt vagyunk? Én azt gondolom, hogy azért ez a Debrecen egy fiatal csapat, ettől függetlenül azért csak első bálozó. Az első mérkőzés egyébként is nehéz. Ha egy bajnokságban egy első mérkőzés van, az is nehéz elkezdeni egy sorozatot. Egy Bajnokok Ligájában újoncként pedig független attól, hogy mindenki azt mondja, hogy papírforma alapján azért a Széveóf egy gyengébb csapat. Azt gondolom, hogy azért a Széveófról túl sok információnk azért egy nyári szünet után nem nagyon van, tétmérkőzéseket nem játszottak, tehát nehezen mentünk bele, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a végét el is szórakoztuk kicsit annak a mérkőzésnek, lehetett volna jobb különbség is, de az egy nagyon fontos győzelem volt. És hát, hogy mi a különbség, azt gondolom, hogy a szeptember óta, amit elindultunk, ez a közösség, ez csapattá érett. És ez a legnagyobb előnye ennek az egész Bajnokok Ligájának. Lejátszottunk 2,5 hónap alatt 17 mérkőzést a bajnokokkal együtt, máskor ezt január végén játssza le gyakorlatilag ez a csapat. És szépen meccsről meccsre egyre stabilabbak, egységesebbek lettünk, és megtanultak küzdeni, harcolni, és ami a legfontosabb szerintem, hogy megérezte a csapata így a közepére, a végére, hogy nincs olyan csapat, aki ellen ne lenne esélye egy mérkőzésen ennek a csapatnak, és hála jó Istennek tudtunk meglepetéseket okozni, és valóban esélyünk van a továbbjutásra, ami egy fantasztikus siker. Ha egy picit ennek a mesnek a lélektanát megnézzük, akkor ez valószínűleg az első 5-8 percben ment el, hiszen igazából
második 50, az utolsó 50 percben szinte egálban tudott játszani a cseh szemével a Debrecen. Csak az a baj, hogy hát már mondta Zsolt, hogy nem feltartott kézzel menteket, ez az Eriksson nevű kapus, ő sem feltartotta a kezét, ándal lefele bontott, és mégis odajöttek a lövések, és majdnem 10 percig nem tudott a Debrecen gólt lőni, miközben az ígyszerei tömkelegét hagyta ki. Szóval ez valószínűleg nem fér bele, de hogy gyulladnak ki ezek az ilyet lámpák a lányok fejében, amikor tényleg 10 percig egy kapusnak nem tudnak gólt lőni zicserből? Hát igazából ugye megvoltak a helyzetek, tehát a Debrecen kidolgozta a helyzeteket, csak ugye nem sikerült belőni őket. Ez volt a kulcs és a meghatározó szerintem. Itt elment az ellenfél, és utána már folyamatosan menni kellett az eredmény után, ami nehéz egy ilyen rutinos csapat ellen azért, mint a Bukarest végig űzni őket. Szerintem ez nagyon sok energiát vesz ki, és hát ez volt a kulcs. Sajnos van ilyen szerintem, amikor egy kapus így teljes, így szerencséje se volt a Debrecennek, voltak benne kapufák is. Hát beszéltünk erről, hogy jobb lett volna, hogyha a kapusok nem így teljesítenek, de ugye Eriksson már volt az első mérkőzésen is a kapuba, és ott is 50%-ot hozott, tehát nem véletlenül vele kezdetett most a bukaresti vezetőedző. Ugyanakkor láttuk és hallottuk az időkérést, ugyanazt mondta Szilágyi Zoltán, amit egyébként mi is a közvetítésben, hogy minden rendben van, csak ne fél magasat lőjenek a lányok, csak mire ezt az időt kikérte, most addigra egy picit késő volt, majd mindjárt mutatunk összehasonlítást a kint és a hazai lövő százalékról, de azért bár banálisnak tűnik, de tulajdonképpen ezzel múlik, nem? Ennyin, hogy gyerekek, lányok, ne fél magast. Na, mondjad. Nem, mondja Attila, jobban ért. Attila jobban érte, ezt mondja ő, én nem. Igen, tehát azért is hangsúlyozta ezt szerintem a Szilágyi Zoli az időkérésnél, mert vannak mérkőzések, amikor azt látjuk, hogy egy csapat nem játszik jól, de egyébként úgy bedobálja a helyzeteit, és avval jó eredmény számszerűleg, amit látunk, és van, amikor jól játszanak, ott vannak a helyzetek, és beledobálják a kapusba, és ilyenkor hajlamos egy csapat azt érezni, hogy nem látszunk jól, valami mást kéne csinálni, holott csak be kéne dobni a helyzeteket. Tehát ezt jobb tisztázni a fejekben. Az más kérdés, hogy végül is semmit nem ér egy jó akció, hogyha beledobálod a kapusba a labdát. Tehát valahol az a csapat nem játszik jól, aki kihagyja a helyzeteit. Nem így fogalmazik. Az a csapat jól játszik, az a játékos nem fejez be jól, vagy rossz döntéseket. Igen, de az ilyenkor láthatóan egy ilyen fertőző betegségé válik, hogy kihagyja. Ragályos. Én erre mondtam, hogy a lámpák gyulladnak ki. Kihagyja a másik, kihagyja a harmadik, és akkor ez úgy, ugye erre mindig a Veszprémnek a Kielc ellen elvesztett döntőjét szoktam felhozni, hogy ott úgy lett -9-ről vereség, hogy mindenki csak egyet hibázott. Csak azok 9-en voltak, vagy 10-en, és mindegyik egyet hibázott, és tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy miatta ment el, mert mindenki elment egy picit. Tehát ahogy egy csapat, amikor pozitív irányba, flowba kerül, attól, hogy a melletted levő jól csinál, te is jól csinál, a harmadik és negyedik is, ez másik irányba is működik. Beledobta, ő is beledobta, a harmadik is beledobta, igen. Jövök én is beledobom. Tehát ez csapatjáték. Szilágyi doktor későn írta fel az antibiotikumot, tulajdonképpen erről volt szó. Szóval miért nem ettél, Zsolt? Nem, igen, de gyakorlatilag tegnap megvertük magunkat konkrétan. Hát tehát most ezt ki lehet mondani. Egy kicsit úgy éreztem, hogy ez a 17 mérkőzés azért benne maradt a csapatban. Nem is várható el, természetesen azt gondolom. Nem rogantom felrónni nekik, ez meccs után ugye beszéltünk is erről. Kihagytunk talán 5 hetest. A két szélről szerintem 10 zicsert, nem is tudom, hogy hány zicserünk maradt ki gyakorlatilag egy az egybe, tehát ha csak a felét belőjük, akkor ez a meccse szoros. Tehát igazából saját magunkat ebből a tekintetben vertük meg, de na, tehát hogy azért mégis arról beszélgetünk, hogy egy héten belül, én nem tudom, hogy van-e olyan csapat, vagy volt olyan, biztos van, aki egy hét alatt a Csaszeme Bukarestől kétszer is pontot szerez. Mi örülünk ennek az egy pontnak, és azt gondolom, hogy persze jobban kivettünk volna ebből a tegnapi mérkőzésből, de ahogy az elején is mondtad, az egész totálképet azért vegyük, és azt figyeljük, és nyilvánvalóan helyén kell kezelni mindent. Egyébként bocsánat, csak hogy mindenki tudja, mit raktunk erre a táblázatra otthon, és hogy lehessen értelmezni. Tehát egymás mellé tettük a kinti meccs meghatározó játékosainak lövő százalékát, a mostani általuk elkövetett lövő százalékot. És tulajdonképpen azt látjuk, hogyha Vámos, Töpfer, Gros, Kácsor, Vámos, Mira ötöst, amit most szabadon kiválasztottunk, ugye a bukaresti meccs legjobbjairól volt szó, és összehasonlítjuk a lövőszázalékok, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ennyi, tehát hogy ezt így le lehet egyszerűsíteni, hogy ott
több lövésbe ment, de ugyanazok a helyzetek, ugyanazok a játékosok, tehát a játék működött, és ugyanolyan jó volt. Igen. Igen, csak azt akartam még ehhez mondani, hogy mikor mondta a Zsolt is, hogy a komplett képet kell nézni, akkor azt is mindig figyelni kell, hogy voltak olyan mérkőzések, amikor az ellenfél csinálta ugyanazt. Például a Brest, az mindent kihagyott, amit lehetett, jól védett a DVSC kapusa. Tehát ez egy szezon alatt azért úgy kiegyenlítődik, hogy most szomorúak vagyunk, és mutatjuk ezt, hogy milyen lövő statisztika volt, de hogyha itt ülne a Bukarest vezetőedzője, valószínűleg ő is hasonló statisztikákat tudna mutatni, hogy van, amikor bemegy, van, amikor nem. Neked egyébként, mert tudjuk, hogy alapvetően ügyvezető vagy, és aztán arra 2x30 percre az egyik szurkoló leszel, tehát nálad hangosabb ügyvezetőt szerintem nem nagyon tudunk találni szerte a világon. Szóval ez az üzemmódváltás hogy van nálad, és te magad ezt az első időszakot hogy élted, meg a -2-re való felkapaszkodásnál, ami egy fontos pillanat volt, mennyire érezted, hogy ez az egyenlítés most ezen az estén meghaladja a lányok erejét? Azt gondolom, hogy ennyi év után már szerintem érzi egy klubvezető vagy egy szurkoló is, hogy ebből a meccsből fog-e kijönni valami, vagy nem. Persze láttunk már csodát, meg láttunk már fordításokat, de nyilván szurkolói mi volt, hát az ember sose vetkőzi le. Nyilván, mikor vége van egy mérkőzésnek, akkor bennem is Úristen, ezt magunkat vertük meg, Jézus Isten, nagyon kellett volna verni ezt a Bukarestet, aztán utána, amikor fúj az ember 2-3-at, meg vesz 2 nagy levegőt, és leül és átbeszéli a vezetőedzővel, meg a stábbal a történeteket, akkor utána helyén tudja ezt kezelni. És közben nézzük egyébként. Igen. Nem lehet ezt levetkőzni nyilván ott helyben, meccs közben. Azt gondolom, hogy elmennek mindig a lelkesedés elviszi az embert meg a hív, de hát én úgy gondolom, hogy ez így van rendjén. Nincs ezzel. Egyébként én már láttam öltönyös, nyakkendős, nagyon komoly klubelnököket, akik ugyanúgy megörülnek a nézőtéren, és egy pillanatra nem mondanád meg, hogy ő mondjuk egy komoly ember, hanem szurkolóvá válnak. Hát nincs ezzel baj, az ember szereti a munkáját. Így van. Én azt gondolom, hogy ez része ennek az egésznek, és ez egyik ilyen jó kiegészíti a másikat. Azért beszéljünk olyas valakiről is, aki Bukaresthez képes lépett elő főszereplővé egy hét alatt, és mindaz a deficit, amit a Vámos testvérek befejezési százaléka, vagy Gross, vagy a szélsők jelentettek, az majdnem egy személyben visszajött Planéta Simonattán. Szóval Teket Timi, ugye adott egy játékos, aki nem válogatott eredtag, nem megy a VB-re, és tulajdonképpen egy picit azzal küzd, hogy az igazi legjobb önmagát támadásban megmutassa, hogy így kijön a lépés, és az ember azt mondja, hogy hát miért nem ez a megoldás mindig? Hát ezt tőle kell megkérdezni, miért nem ez a megoldás mindig. Azért most többet volt fönt védekezésbe, és kevesebbet láttuk támadásba fönt, mivel hogy Hámori Konszele nagyon jól teljesített szerintem ezen a poszton, és más volt a Debrecennek a játéka, de hát mindig próbálkoznak azzal, hogy a lövő sor is jöjjön, és ők is jöjjenek. Most Simónak jól ment a játék, és jól sült a keze. Én azt gondolom, hogy ezt várják tőle a csapatban, hogy ez mindig így, vagy közel mindig így sikerüljön, mert az ő góljaira, a változatos játékra, Debrecen változatos játékára, más felállásra is szükség van szerintem, és ez így nagyon jó kiegészíti egymást, hogyha azt mondhatjuk. Sajnos ez nem egy győztes mérkőzésem volt, hanem egy elvesztett mérkőzésen, de én azt gondolom, hogy rá szükség van, és az ő gólerős játékára is a Debrecennek. El tudtok képzelni egy adott posztra két ennél különbözőbb játékost, ami egyébként, én nem tudom, hogy Szilágyi Zoltánnak mi a kérés, hogy te hogy próbáljál játékosokat igazolni, vagy hosszabbítani velük, de hogy az az edző, aki két markánsan különböző embert akar egy posztra, az ő kettőjük szemében tökéletesen megtalálta. Ez cél volt? Alapvetően. Vagy lehetőség? Is-is. Is-is, mind a kettő. Attila, milyen fegyvereket kap egyébként Szilágyi Zoltán ezzel a két balkezessel? Hát az egyik nem balkezes ráadásul. Igen, vagy bal oldalon játszó, jobb oldalon játszóval. Igen. De hát nyilvánvaló, hogy teljesen atipikus játékosokról beszélünk, mert ugye a Simon magassága miatt ritka fajta, hogy így mondjam. A Hámori Konszuele meg egészen különleges, tehát az ő alkatával jobb átlövőt játszani nagyon ritka, hogy eredményesen tud valaki, és pont beszélgetünk a Zsolttal, hogy ő volt a legjobban meglepődve idén, hogy milyen jól játszik a Consuela, mert azért nem ehhez szoktunk, vagy nem vártuk talán, hogy ezen a szinten, mármint a BL szinten is el tudja adni azokat a dolgait, amit a magyar NB1-be mindenki ismer, és mégis akár a Váci színekbe, akár a Debrecennél ez Klujber effektus?
Ugye Klübernek volt egy nagyon jó első egy-két éve, majd egy picit hát, nemzetközileg. Nem, mert azért is... neki más a játéka, tehát ő azért neki mindent be kell vinni egész közel. A Klüber azért messziről, meg mindenhonnan tud gólerősen játszani. Tehát ez egy nagyon nehéz játék, mert azt hiszem, hogy fizikailag lábmunkában nagyon neki ott kell lennie, hogy így tudjon teljesíteni. Szerintem most biztos jó állapotban is van. És az való igaz, hogy a védekezésnek, mármint az ellenfél védekezésének, ez nagyon kellemetlen. Hogy egyszer ide jön egy kétméteres és dobál a fejünk fölött, aztán meg ide jön egy ilyen zsebcirkáló, és kifelé-befelé tudjuk, hogy fogjuk meg. Tehát ezt jó használja szerintem a Debrecen. Hát hallgassuk meg akkor Planeta Simonettát, hogy számára milyen volt ez a 6 lőtt gólos mérkőzés, ahol támadásban is megmutatta magát a BL-ben végre. Igazából én csak annyit tudok mondani, hogy most így összejött. Nekem személy szerint meg ugye belőlem nem nagyon tudott készülni. Én úgy gondolom, hogy emiatt volt neki meglepetés, hogy támadok, mert ugye az utóbbi időben nekem védekezésben volt nagyobb szerepem. Úgy láttuk, hogy hiányoznak az átlövések, vagy legalább valaki, aki kilép, és akkor tudunk játszani a beállónak. Szerintem ezért lett most így a szerepem támadásban, és örülök, hogy nekem összejött, de inkább elcserélném úgy, ahogy kint volt a szerep, hogy csak védekezek, és mondjuk egy pontot itthon tartunk. Eddig szerencsére, amint lehetett látni, nagyon bejött az egy-egy elleni játékunk, és nagyon sok hetest meg gólt így harcoltunk ki. Hát meglátjuk. Én szívem szerint mondom, inkább maradnék ebben a helyzetben, hogy minden megy elől a támadásban, én pedig hozzáteszem a magamét hátul, mert ugye így a támadás miatt több hibát is csináltam hátul. Magunk szemben is nagyobb az elvárás. Lehet, hogy ezért is ragadtunk benne egy kicsit, és nem úgy kezdtünk, ahogy kint mondjuk kezdtünk, felszabadultan. Amit megbeszéltünk a szezon elején, hogy mi a kötelező, akik ellen nyernünk kell, azt továbbra is tartjuk, és hogyha sikerül egy-egy idegenben bravúr pont, annak pedig nagyon örülünk. Ábrahim Zsolt 10. éve viszi a Debrecen ügyeit, hát épp ezért lett belőle végül ügyvezető, ami tulajdonképpen óriási kontraszt a 10 évvel ezelőtti időszakhoz képest, hogy egy szinte kieső csapatból van egy majdhogy nem állandó nemzetközi szereplő, még akkor is, ha néha az elcsoportkört sem értétek el, elbuktátok a playoffot, volt, hogy megvolt a csoportkör, onnan nem mentetek tovább, de a BL az nyilván ennek a 10 évnek a csúcsa. Hova viszette ezt a klubot? Hova pozícionálod? És ezt azért kérdezem, mert egy vezetőnek mindig egy lépéssel messzebbre kell nézni. Kell tudni álmodni, de nem túl merészet, hogy senki ne nevessen rajta, hogy ezt hogy gondolod. Tehát van két magyar zöld-fehér csapat. Hol van a Debrecen, milyen távolságban, hova szeretnéd pozícionálni a csapatot egy-két éven belül mondjuk? 10 évvel ezelőtt, mikor ezt elkezdtük, akkor az volt a célkitűzés, hogy a Debrecen visszakerüljön arra a porondra, ahol annak idén a sikereinket elértük, ugye kétszeres EHF Kupa győztes csapatról beszélünk. A magyar bajnoki cím az nyilván ettől sokkal régebben volt, és hát nyilván mások is a lehetőségek. A cél az volt, hogy egy stabil, dobogós csapat legyen a Debrecenből a bajnokságban, és a európai kuporondon pedig visszatérjen, és stabil szereplő legyen. Nem titkolt célunk, gyakorlatilag azért is vállaltuk a bajnoki elszereplést idén, mert egy kicsit megakadt a csapat, tehát folyamatosan lépkedtünk évről évre előre, de egy picit az átigazolásokban megakadtunk, és nem nagyon tudtunk előrébb mozdulni, és magyarul bajnokok ligájából kellene igazolnunk játékost ahhoz, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést. És hát nyilván van, ahogy mondtad, két zöld-fehér csapat előttünk és stabil BL résztvevő, jött ez a lehetőség, gyakorlatilag megkaptuk, és próbálunk vele jól sáfárkodni. Szeretnénk olyan játékosokat igazolni, akivel el tudjuk érni azt a célt, hogy ha jövőre oda tudunk érni, akkor nyilván megint szeretnénk a BL-be indulni, ha nem jön össze ez a lehetőség, akkor pedig Európa Liga Final Four-ig szeretnénk menni, és megismételni azokat a sikereket, nem mindig a múltból kelljen élni. Érdekes egyébként ez az igazolás kérdés, mert a munkád egy jelentős részét ezt teszi ki. Alapvetően egy jó BL szereplés ebben csak segíthet. Most azt látjuk, hogy vannak légiósok, nem túl nagy számban, éppen ezért a magyar válogatott bőven válogathat bőkerettagként vagy utazó játékosként VB-re, EB-re. Mindeközben a magyar piacon úgy tűnik, hogy még mindig inkább ti hoztok föl játékosokat, és aztán adjátok el Despotovicsot Győrbe, Bordást a Ferencvároshoz. Tehát ti hogy látjátok, és aztán nyilván Zsolt mondja el majd a végszót, hogy az átigazolási státusza ennek a csapatnak, vagy bármelyik csapatnak hogyan tud rövid távon megváltozni? Hát azzal, hogy a Bajnokok Ligája
formájában indul a csapat, azzal azért akár tud változni, én azt gondolom, mert azért nem mindegy, hogy hogy tudod ide csápítani a játékosokat, hogy van esélyed a nemzetközi szereplésre, vagy akár az Európa Ligában is minél följebb menetelni. Tehát, hogy azért azt látjuk tényleg, hogy ahhoz, hogy meghatározó legyen a Debrecen adott esetben, akár a bajnokságban is borsot tudjon törni, még jobban a nagyok óra alá, Ferencváros vagy a Győr óra alá, ahhoz az kell tényleg, hogy olyan minőségi játékosok legyenek, de én azt gondolom, hogy összességében most tényleg azt jó látni, hogy a Debrecen egy csapatként tud jól szerepelni, és ha még egy kör tudna menni a Bajnokok Ligájában, szerintem az segítene abban, hogy adott esetben nagy nevű játékos is tudjon, vagy olyan középszerű játékost, aki azért hozzá tud tenni a sikeréhez a Debrecennek. Hegerti góljait látjuk, Attila Gabriel fenn, de óriási, tehát nem tudom, hogy nem akarod átnyújtani szóval a meghívódat, mert egyébként elmondanám Zsolt neked, hogy nagyjából egy éve rágja a fülünket az Attila, nem gyakran, nagyjából naponta. Mikor jön Gabriel? Most helyette vagyok itt, csak mivel elengedtük a csapatot egy hét szabadságra, és ma elment, elutazott, így ma nem tudott jönni, de egyébként szeret szerepelni, úgyhogy... Az jó hír, főleg Attila. Legközelebb elküldjük. Azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy ugye itt az átigazolások területén szerintem külön kell bontani a magyar játékosokat, meg a külföldieket. Mert azt hiszem, hogy a magyar játékosok közül, akinek most idézőjelbe teszem, van esze, tehát játszani akar, az Debrecenbe megy, mondjuk a válogatott szintű játékosok, mert a Győrben meg a Ferencvárosban bizonyos posztok kivételével nem nagyon tud szóhoz jutni. Tehát aki fejlődni akar, sokat akar játszani BL-be, azoknál van egy természetes vonzereje ugye a Debrecennek. A külföldiek terén pedig biztos, hogy az, hogy most itt van egy-két külföldi már, akik jól érzik magukat, akik viszik a hírét azért a klubnak, mert ez így működik. Igen. Nem véletlenül a Siófokba ugye sikerült egy csomó kiváló külföldi játékost hozni avval, hogy egyszer sikerült egy-két menő játékost megfogni, akik elmondták, hogy itt milyen jó körülmények vannak. Lehetett pénzt is keresni. Pénzt is lehet keresni, nyilván. Talán Debrecenben nem annyit, mint Siófokon, de azt nem tudom. Minden esetre... Az, hogy Zsolt se tudja pontosan. Zsolt tudja pontosan. Minden esetre ez nagyon fontos, mert azért egy csomó játékos van, aki nem feltétlenül, a külföldieket mondom, akik feltétlenül a pénz miatt jönnek egy adott klubhoz, vagy egy adott bajnokságba, hanem új kihívást keresnek, olyan környezetet, ahol sok néző van, ahol szeretik a kézilabdát, nem valamilyen, mondjuk a Balkánon, ahol van öt meccs egy évben, amit le kell játszani, és egyébként nem érdekes az egész. Tehát ez így összeadva vonzóbbá teszi egyértelműen a klubot. Aztán nyilván utána már hát pénzkérdés is, hogy mi az a villa, amiben lehet gondolkodni, hogy kit lehet megfizetni, meg kit nem. Mit választ a Debrecen? Ugye beszéltünk a magyarokról, néha van visszaáramlás, mondjuk Hornyákra gondolhatunk, vagy Planétát, ugye ti tudtátok hazahozni, de azért inkább az a jellemző, amit most láttunk, hogy megvesz, jó, mondjuk a Vácot, fél Vácot megveszi a Debrecen, de cserébe BL csapatokba továbbad, akár külföldre is itthon játékosokat. Tehát melyik az a folyamat, ami hamarabb előre viszi a csapatot, ha tudtok két jó légióst igazolni, vagy ha azt mondjátok a magyar játékosoknak, hogyha nem férnek be a Győrbe és a Fradiba, azonnal mindenki Debrecenbe. És persze ott van az Óvár, amely ide hasonlóan mozogna a piacon. Ez, amit mondtál, gyakorlatilag nem szeretnénk feladni azt a fajta identitásunkat, hogy nyilván a magyar játékosokkal és a fiatalokkal dolgozunk, és minőségi külföldi játékos szeretnénk igazolni. Azt gondolom, hogy azzal, hogy ez az őszünk így sikerült, ezzel gyakorlatilag már a céljainknak a nagy részét elértük. Tehát megvan minden olyan cél, amit kitűztünk magunk elé, még a továbbjutás nincs meg, de az átigazolási piacon már ott vagyunk, sikerültek olyan tárgyalásokat folytatni, mert előre fogunk tudni lépni, és a jövőt meghatározza. Jövőre sem lesz öt külföldi játékosnál több Debrecenben, lehet, hogy csak négy lesz. Úgyhogy, és mindenképpen azt gondolom, hogy azon vagyunk, hogy ez a keret ez erősödjön, és amit az előbb elmondtam, célokhoz azokat el tudjuk érni. Van álomjátékosod, akire azt mondanád, ha nem is mondasz neved, egy prototípus, hogy amíg én ott vagyok, addig nem nyugszom, amíg nem tudok leigazolni bármit mondhatnánk, egy norvég válogatottat, egy magyar válogatott játékost a Fradiból vagy a Győrből, tehát kitűztél valamit? Mi lenne az a státusz, amit megmutatni? Na ez már a Debrecen. Igazából ugye a edző elképzeléséhez és a játékrendszerünkhöz, a stabil játékrendszerhez keresünk ugye posztokra játékosokat. Ettől függetlenül egyébként Kovács Anna ilyen volt, szerintem 3,5 évig tárgyaltunk, mire eljött Debrecenbe. Annak idején most is volt egy ilyen játékos, akivel 3 éve
három évek gyűrtük egymást, és most ez összejött majd, összejön jövőre. Ez összejött majd, az azt jelenti, hogy aláírt. Már össze, már aláírt. Összejött majd. Összejött mert majd. Már összejött, de majd bejelentjük, tehát összejött majd. Szerintem ez így rendben van. Úgyhogy őt is három és fél éve gyűrtük, de ez például ez a BL kellett hozzá. Úgyhogy... Magyar? Ennyit tudunk? Vagy nem. Nem magyar. Tehát volt egy külföldi játékos, akit három és fél év után azért tudtál leszerződtetni, mert jók vagytok a BL-ben? Mert BL-ben játszunk, BL. Igen, és megérett a csapat arra, meg most már látják, hogy milyen tendencia felé, és milyen tendencia alapján is merre fele megyünk, és ahogy Timi is mondta, hogyha látják azt, hogy stabil a teljesítmény, jó háttér, és egyébként a Attila által említett, tehát külföldiek még viszik a hírét is, akkor ez szépen összeáll egy csomaggá, egy keretté, és akkor innentől kezdve már vonzóbb vagy, és már választanak téged játékosok. És fogtok is a BL-ben játszani? Mit tudsz te ti tenni azért, hogy jövőre is legyen BL? Mit tudunk tenni azért? Hát arra kéne érni az első háromba, első körön, és akkor rendben leszünk. Tehát, akkor megint neki megyünk, és megpróbáljuk a szabad kártyát. Azért nem féltek attól, hogy a kvótaosztásnál egyszer a Debrecennek kedvez a szerencse vagy a döntéshozók? Én úgy gondolom, hogy ami a legnagyobb nyeressége még emellett sportdiplomáciailag ennek az ősznek, az az, hogy borzasztóan alátámasztottuk az EHF-nek azt a döntését, hogy a Debrecent választotta. És ez egy óriási nagy siker. Az EHF-től olyan pozitív visszajelzések jönnek, mind a szervezés, mind az EHF marketing, mind a tévé vonatkozásában, hogy nyilván azért van egy Sévehof, van egy Lubin, ahol ez kevésbé ült. Tavaly volt ugye egy Zágráb, egy Kastamonu, egy Banikmoszt. Most a Debrecen azt gondolom, hogy ezzel az összereplésével ez alá megtámogatta az EHF-nek azt a döntését, hogy igenis a Debrecenbe jó döntés volt a Debrecenbe bízni és megadni nekik a lehetőséget. Kíváncsi váltettél minket a új kulcsfogalmunk, a majd már egyszer leigazolt játékosok majdani bejelentésével kapcsolatban, de várjuk nagyon a híreket. Mikor jelentitek be? Hát szerintem december folyamán azt gondolom, hogy eljutunk odáig. Jó, várjuk, és köszönjük Zsolt, hogy eljöttél hozzánk, és picit mögé nézhettünk a 40x20-nak. Köszönöm szépen, meghívást. Mi pedig rövidesen folytatjuk, majd tovább jön a Győr, a Fradi, és aztán persze a férfi csapataink. Addig is írják meg, hogy ki önök szerint minden idők legjobb női légiósa a magyar élvonalban, hiszen rövidesen beszélünk Andrea Lekicsről.